I think Budapest is quite nice. Sì, interessante. Interessante perché è una città... Prezioso. Indescriptibile, sì. Prezioso, muy bonito. Yeah, nice. Beautiful city. Sì, bellissima. Конечно. Конечно, красивый. Yeah, very beautiful. Eine wunderbare Stadt, ja. Ich bin das zweite Mal hier, aber es ist eine wunderbar herrliche Stadt. I like it very much. Mint hallották, ilyen elragadtatottan nyilatkoznak a külföldi látogató Budapestről. De mennyi ideig maradhat nálunk egy turista? Néhány napig, vagy talán egy-két hétig? Csak pénztárca kérdése az egész. De mi, budapestiek, olyan szerencsés turisták vagyunk, hogy pénztárcánk megengedi, hogy itt éljünk hónapokig, évekig, sőt, szerencsés esetben több évtizedig is. Így csak mi láthatjuk azt a folyamatot, azt a tervszerű építő-szépítő munkát, amelyet a város közigazgatása végez értünk lakosokért és a fővárosért, mégpedig immár több mint 100 esztendeje, amióta Pest, Buda és Óbuda egyesítésekor megszületett a ma már 2 millió lakosú világváros. Valamikor, 100 évvel ezelőtt, a Tabán még csak falu jellegű település volt. Óbudát, a kis vidéki városkát akkor még szőlőművelők lakták. Buda, a vármegyet kivételével, aprócska házakból állt. A víziváros főterén, a Bombatéren árulták a halászok a friss dunai halat. Ezt a teret ma Batthyány térnek hívják. Itt ad egymásnak találkozót a hév és a metró. Valaha régen Pest és Buda lakói csak nyáron látogathatták meg egymást Ladikon vagy a Hajóhídon. Ha beállt a jégzajlás, megszűnt az összeköttetés. Ezért volt korszakos jelentőségű a Lánchíd megalkotása. Nem csak Pestet és Budát kötötte össze, hanem a két országrészt is. A dombos Dunántúlt és a sík Alföldet. És mennyi minden épült itt az elmúlt 100 év alatt. Például az Operaház, sok-sok emlékezetes siker és bukás helyszíne. Ezen a gyönyörű sugárúton áll, amelyre mi, pestiek már 100 éve vagyunk jogosan büszkék. A kontinens első föld alatti vasútja is itt jár. És a város 100. születésnapján már a nagy metrón is utazhattunk. A budai hegyekre pedig libegőn is, fogason is mehetünk. Kinek hogyan tartja kedve? Ugye nem kívánják, hogy mindazt részletesen felsoroljam, ami 100 év alatt épült Óbudán, Budán és Pesten. Ezekből lett hát Budapest, a ma már 2 milliós világváros. 100 esztendő alatt a mi kis családi házunk szép, nagy, összkomfortos lakássá nőtt, amelyben mindannyiunknak megvan a maga meghitt zuga. És ahogy a lakáson is sokat csinosít egy jól elhelyezett dísztárgy, úgy Budapestnek is jól áll ez a néhány csecsebecse, mint szépasszonynak az ékszer. Fővárosunk szépségéhez, lakóinak jó közérzetéhez nem csak a zöld parkok, csobogószökők, utak tartoznak, hanem az utcák, terek, parkok, egy szóval közterületek környezetvédelmi szempontból oly fontos tisztántartása is. Mert mit ér a legszebb dísztárgy és egyéb csecsebecse, ha netán piszkos a lakás? Akár tetszik, akár nem, takarítani kell a lakást, a házat és természetesen a fővárost is. Hova tovább 100 esztendeje, hogy megkezdődött Budapest utcáinak gépi tisztítása. Ilyen volt régen a locsolóautó. Szerencsénk van, mert egy régi film működés közben örökítette meg az utókor számára. És ott szalad az idő, mint látják, a hősök tere ugyanaz, de a locsolókocsi már nem. Remélem jól megfigyelték a különbséget, az a régi autó kedélyesen oldalra spriccelt. Ezek a maiak hadrendben zúdítanak ösztüzet, akarom mondani, összvizet a kövezetre. Nagyobb arányú gépesítésről természetesen csak a felszabadulás után beszélhetünk. Az azóta eltelt 30 esztendő hallatlan fejlődést hozott etéren is. Különféle méretű és rendeltetésű gépek segítenek tisztán tartani a fővárost. Önfelszedő, pormentes seprőgépek járják éjjel-nappal az utcákat, mert mi sem vagyunk restek, nem ám. Éjjel-nappal szemetelünk, és mivel éjjel-nappal parkolunk is, lehetetlenné tesszük az úttisztítógépek munkáját. Ezért kéri a fővárosi köztisztasági hivatal az autósokat, hogy hetenként egyszer, szombat délben hagyják szabadon a főútvonalakat. És a por nem csak az utakat, hanem az útjelző táblákat is belepi. A tavaszi nagytakarítás során ezekről sem feledkeznek meg, csak úgy, mint a köztéri szobrokról, melyeket évente egyszer szintén alaposan meg kell mostatni. Itt most rögtön szeretnék elkerülni egy félreértést.
Ha emlékeznek a film elejére, én akkor itt a halászbástyán turistákkal beszélgettem. Esküszöm, nem a mi kedvünkért történt ez az óriási nagy takarítás, mert ezt minden év tavaszán rendszeresen elvégzik. Európai hírű hidunk Erzsébet úgy látszik nem szemérmes. Akarják meglesni a hölgyet fürdés közben? Tessék, tavaszi mosdatása nyilvános esemény, még kukucskálni sem kell. Mindegy, őrizze meg nyugalmát. Nem Mars lakók érkeztek a Földre, hanem csak az alagutat mossák minden éjjel ezzel a rakéta kilövőhöz hasonló szerkezettel, méghozzá meleg, Margit-szigeti termálvízzel. Egy akkora háztartásban, mint a főváros, rengeteg a hulladék. Nekünk fővárosiaknak nincs több dolgunk a szeméttel, egyszerűen beöntjük a kukába és kész. A többi a köztisztasági hivatal dolga. Szinte észlesen vesszük azt a hatalmas anyagi áldozatot, amellyel a fővárosi tanács biztosítja mindennapi kitevő szemetünk eltüntetését. Budapest lakosságának 99%-a élvezi a rendszeres szemételszállítás előnyeit, lakjék akár a zsúfolt belvárosban, akár a kertes római parton. Nézzük meg kísérletképpen, mi történnék, ha egy szép napon megszűnnék a szemételszállítása és az úttisztítás. Hát ez szerencsére csak rossz álom, de némely nyugati nagyvárosban a szemétszállítók sztrájkja esetén szomorú valóság. Ott ilyenkor a paradicsomban érzik magukat a lakosok. Térdig. Budapest évi szeméttermése 2 méter magasan fedné be a Margit-szigetet, vagy egy második Gellért hegytel neki belőle. Szép mennyiség, ugye? És ezért most önökben jogosan merül fel a kérdés, hogy mi történik ennyi szeméttel. Hová lesz a főváros mind a 22 kerületéből összegyűjtött szemét? Úgynevezett lerakóhelyekre kerül, amelyek általában régi, téglagyári agyagbányák voltak. Itt a szemétgyűjtő járművek lerakodnak, mint őskori szörnyek öntik magukból mindazt, amit mi lakásban, hivatalban, utcán elhajítunk, kidobunk. A szemetet itt a lerakóhelyen szétterítik, locsolják, csak ki ne hajtson, tömörítik, és ezzel a fürge, ügyes, fehér kis szöcskével még fertőtlenítik is. Ha egy ilyen gödröt feltöltöttek szeméttel, akkor végül földet hordanak rá, a talaj megülepedik, és épülhet felett park, sportpálya, vagy akár lakótelep is, mint például itt Lánymányoson. Ezt teszi értünk a Fővárosi Köztisztasági Hivatal. És mit teszünk mi, Budapest szerelmesei? Semmit. Bár így lenne. Tudják, mibe kerül ez Moszkvában? 3 rubelbe. És Pesten mibe kerül? Még a szemétgyűjtőbe se. Van, akinél a jó szándék nem hiányzik, a célzó készség azonban igen. Hogy sportkifejezéssel éljek, mi fővárosiak bőven lekörözzük a köztisztasági hivatalt. Igaz, nem vagyunk egy súlycsoportban. Nekik maximum 20 perc jut egy utca kitakarítására. Nekünk marad a nap további 23 órája és 40 perce, hogy ismét teleszemeteljük. A korszerű csomagolás technika a szemetelés megannyi új lehetőségét kínálja. Természetesen a szemetelésnek bizonyos tudományos haszna is van. Komolyan mondom. Vegyük például a fagylaltot. A hagyományos tölcsért ugyebár megettük a fagyival együtt. Kívül volt a tartó és belül a fagylalt. Ma fordítva van. Benne a tartó, kinn a fagylalt. És most jön a tudományos felmérés. Mivel ezt a kis műanyag lapocskát természetesen senki nem dobja a szemétgyűjtőbe, meg lehet állapítani a pestiek fagylalt nyalási sebességét. A tudományos kutatók fáradtságos munkával megállapították, hogy egy-egy fagylalt áruda körül mintegy 250 méter sugarú körben találhatók meg az eldobott lapocskák.
de vizsgáljuk meg a kérdést közelebbről. Ez mohó volt és falánk. Az elárusító helytől már 20 méterre eldobta. Lám, ez már beosztó balkat. Ez 5 méterrel tovább nyalta. Ez pedig egy ravasz kéjenc. A fagylaltikor legvégső határáig nyalta a fagyit. Kérem, ne hívják a mentőket, ennek az úrnak nincs szüksége kényszerzubbonyra. Mindössze arról van szó, hogy a köztisztasági hivatal évente kétszer, tavasszal és ősszel minden háztartásból elhordja a feleslegesé vált holmit, megunt bútort, ócska kacatot, kidobni való limlomot. A szükségtelen holmit ezek az ügyes autók apróra űrlik és a szeméttelepre szállítják. Budapest egyik legmodernebb része, ez a keleti pályaudvari aluljáró. A világon bárhol megállna a helyét, de csak tisztán. Ilyenkor a technika diadalmaskodik a szemét fölött. Azután később napközben a gépek maradnak alul az emberrel szemben. És lássuk, mit lehet még szétszórni, mivel lehet még szemetelni. Akár hiszik, akár nem. Ezt a kocsit a gazdája itt, a közterületen, a város kellős közepén, egy budai utcában dobta el. És már a virág is kinőtt ennek a másik néhai gépkocsinak a sírján, melyet gazdája szintén közterületen temetett el. Csinos kis lakóház, ugye? Szívesen beköltöznék magam is. Illetve hát úgy látszik, az ablakból nem lenne túl szép a kilátás. Biztosan nincs kapacitás az építkezési törmelék elszállítására. És ha van, mint látják, néha abban sincs sok köszönet. És mindezek után milyen szívet lelket derítő, idegnyugtató a természet. Itt van ez a gyönyörű park, csend van, nyugalom, jó levegő. És ami a fő, itt még szemét sincs. Ha csak. Nolám, ez az úr alapjában véve kedveli a rendet és a tisztaságot, de csak a kocsijában. És a környezetvédelem. Ne higgyék, hogy az csak a hivatalok dolga. Nem, ez mindnyájunk ügye. Nem tudom önök, hogy vannak vele, de innen a halászbástyáról legszebb a város. Talán azért is, mert innen nem látszik a szemetes? Te jó ég, mi történik ott lenn? Talán seprűtánc készül, vagy valami egyéb régi nép szokás felelevenítésére készülnek kollektíven e ház lakói? Nézzük csak meg közelebbről. Na nem, ezt senki nem kívánja tőlünk. A fővárosi köztisztasági hivatal nem azt kéri, hogy helyette dolgozzunk, hanem csak azt, hogy ne szemeteljük. 2 millióan járunk-kelünk a főváros 14 millió négyzetméternyi közterületén. Ha jól számolom, mindenkire 7 négyzetméterért. Hát ilyen kicsi területet azért mindenki tisztán tud tartani. Kész, forgatás befejeztük. Jó?